A nevem Gábor, és meg fogom ölni az egyik osztálytársam. Egy éve kezdődött 11. osztályban, amikor én jóval visszahúzódóbb voltam, mint a többi osztálytársam. A kutyámon kívül nem volt más barátom. Az osztálytársaim kiközösítettek, ezért úgy döntöttem, hogy iskolát váltok. Az új gimnáziumban bekerült hozzánk egy igazi süttyó, aki már kétszer megbukott. Újra az életem része lett a mindennapos zaklatás. Az utcától van rá. És akkor honnan jöttél ide a sorba? Könyvesből. Látjuttam. És van barátom? Nézzél már a ilyen feje, jó az anya ránéz, nem? Nem? Na, ne félj már, jó ki fogunk jönni mi egymással, nem? De. Na ez a beszéd, gyertek lányok, adjuk a franc lesz a pancsert. Teljesen megkeserítette az életem, rászoktam a cigire, és nagyon sokat ittam, egyedül. Tanulmányi eredményem folyamatosan romlott, az osztálytársam pedig egyre inkább szekált. Na mi van, kis köcsög? Rossz iskolát választottál már, megmondtam, ezt nem szoksz meg! Mi az, hogy bejössz az én vécénbe utazni? Mi te kis rohadék? Hát, úgy döntöttem, hogy megölöm. Hét a fasz! Te hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Te kis köcsög! Coming up.